Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Egy nagyon különleges kalandra invitálom önöket, Rozs Gyuláné Fáni nénivel, akivel egy János Somorjai gasztronómiai különlegességet fogunk elkészíteni, a Somorjai Mákos rétest. Fáni néni, miből áll ennek a rétesnek a különlegessége? Hát erre nem is tudom, mit mondjak. Hát ez itt csak ugye ugyanúgy van a tésztája, mint a másikat is ugyanúgy lehet csinálni. Csak ugye azelőtt nem csinálták tejjel, de én ugye úgy csinálom, hogy tej, még egy fél deci víz egy réteshez, nek a tésztájához. Egy tojás, akkor egy kis só, meg egy picike ecet, és meg egy kanál zsír, ami nem olvasztva van, hanem úgy egy kanálról kell. Tehát hidegen teszik bele. Igen, hidegen. És akkor egy olyan fél liter tejet, mert egy héttől nem fél liter tejet, ahhoz teszek egy jó fél deci vizet, és abból csinálom a tésztát. A lisztet meg olyan 70 deka is, attól függ kinek mekkora a lábosa is, meg ha van nekik, vagy ha tepsibe csinálják, nem tudom, aki a másik rétes csinálják, nem ezt. És akkor utána kinyújt, pihentjük. Igen, akkor pihentessük egy olyan jó fél órát, attól függ, a nyáron akkor előbb lehet húzni, ugye, mert akkor mégis a tél, akkor egy kicsit hát hidegebb van, nem olyan hamar. De én úgyis úgy csinálom, hogy ráteszem, megmelegítem egy kicsit a tálat, aztán egy kicsit, mert azt akkor gyorsan ráteszem, akkor ugye itt is egy kicsit már gyöngül a tészta. Igen. És akkor kidobom oda, erre a részre kiteszem. Aztán akkor amikor egy darabra elhúzom, a kicsit meglocsolom egy kis zsírral, azt utána már lehet nyugodtan hozni. Akkor gyúrjuk meg a tésztát. Igen, jó. Majd én segítek, jó? Ebből csak ez a rétes tészta, ugye? Ebből egy, ez az egész. Ez ennyi kell. Jó. És akkor a lisztből, sima lisztből. Ebből lehet úgyis csinálni. Jó, tehát akkor ez megvan az a mennyiség. Mit adjak? Azt tetszett mondani, hogy só kell egy csipet. Igen. Ecetből mennyit tegyünk bele? Ebből. Egy kupakkal? Igen. Tojás. És a zsír. És fokozatosan adjuk hozzá a tejet, ugye? És akkor szépen összegyúrjuk a tésztát. Ugye a fiatalabb generáció is most már megtanulja, és talán át is veszi most már a gyúrást. Ja. Stahl Gáborné, aki folytatja, és ő volt, mint Fáni néni mondta, ő volt az első, aki megtanulta öntől. Egy kicsit még csapkodja rajta. Csapkodok rá, egy kicsit. Ja, aztán. És akkor mehet oda, ugye? Akkor mehet oda, már szép sima. Ja, akkor. Jaj, mit? Nagyon jó. Az sima. Szépen kigömbölített? Igen. Akkor egy kis zsírt felolvasztva van. Igen, olvasztott zsírral megkenjük. Akkor megkenjük, ja. Akkor nem repedezik meg a teteje. Tehát egy ráosztál, jó. Na,
Most ide, ide a zsír. Kicsit megzsírozni a meleg zsírral, jó? Ahogy régen csinálták. Jó. Ez itt van, Fanny. Ja. Ez meg van melegítve, Fanny, én tegyük rá ezt. Fanny néni kedves, akkor most pihent a tésztánk. Ó, de gyönyörű lett. Levesszük róla ezt a kis védő tálat. Mi a következő lépés? Először meg kell lisztezni az alját. A terítőt? Jó. Tehát letesszük a tésztát, kicsit kihúzzuk. Langyos zsírral? Igen. Langyos zsírral megkenjük. És még Fanny néni megkeni zsírral, addig én elmondom, hogy már a fiatalabb generáció is tanulja a rétes nyújtás, sütés mesterségét, művészetét, és egymásnak adják át a tudást, a kézmozdulatokat. A töltelék az darált mák lesz, porcukorral, citromhéj, és ezt keverjük össze. Mert a zsír, Fanny néni? Egy kicsit, jó. Akkor a töltelék ugye a mák, porcukorral, citrommal egy rétegbe rátettük, bekvárral meglocsolták a mazsolát, néha olajjal, és ugye az elmaradhatatlan rum, amitől finom íze lesz. Még egy kis zsírral meglocsolja Fanny néni. És töltelék akkor belekerült, és akkor most szorosan feltekeri Fanny néni, és a másik felét a tésztának még egy kicsit megnyújtjuk, hogy minél vékonyabb tésztát kapjunk, szinte lehelett vékonyat, és akkor most dudusék meghúzzák mind. A széleket mindig levágjuk, hogy a vastag részek ne kerüljenek bele.
a zsírt először is leönti róla Fáni néni. És akkor most megfordítjuk a vissza a zsírt a lámosba, és akkor szépen visszacsúsztatjuk a rétest. És a másik felét is megsütjük ugyanígy. Készültünk a somorjai mákos rétesen, amit a 92 éves Fáni néni segítségével, tanításával készítettünk el. Annyit kell tudni még erről a rétesről, hogy megyerikum, megyei érték. Átadom neked a szót. Ugye tudjuk, hogy minden településnek az a célja, hogy a hagyományokat megörökítse, átörökítse a következő generációnak, és mint én puszta somorjai lakos, úgy gondoltam, hogy azon a településen, ahol éltem, van egy olyan csodálatos sütemény, egy olyan csodálatos étel, amit úgy gondoltam, hogy tovább kell vinni, és ennek egyik formája, hogy felterjesztettük a megyei értéktárba, mert gondoltam rá, hogy ha ott pozitív elbírálást kapunk, akkor semmiféleképpen nem veszik el ez az értékes sütemény, amit én még a Sziszi királynőnk is evett. Azt mondja a Mendemonda, és itt mögöttem van egy másik generáció, Fáni néni nagyon-nagyon értékes lakosa János Somorjának, Puszta Somorjának, aki önzetlen módon továbbadta az itt mögöttem lévő hölgyeknek a rétessütés hagyományát. Ugye láttuk már az elmúlt pár órában, hogy nem egy könnyű, még ha könnyűnek is tűnik ezt a rétest megsütni. Hát könnyűnek egyébként nem tűnt. Nem. Mert nekem az a rész, mikor leöntjük a zsírt, meg megfordítjuk az egészet, hát azért az egy nagyon, hát ha lehet, hogy nem nehéz, de egy nagyon veszélyes dolog. Igen. Mint amellett, hogy ez az öntött, zománcozott, öntött vaslábas, ez nehéz. És akkor még benne van a forró zsír, benne van a rétes, aminek ugye meg kell fordulnia. Ezt Fáni néni varázslatosan csinálja, lestem minden mozdulatát. Nem mondom azt, hogy én utána merném csinálni, mert nem. Úgyhogy minden tiszteletünk Fáni néniért. Igen, azt mondja Fáni néni, hogy ő neki már úgy megy, hogy oda se figyelek. Igaz? Én mindig azt mondtam, hogy mi elfáradtatok. Mindig, mert mondtad, ezek mindig igen. Mondtad, hogy már ugye elfáradtunk. Mi? Ti el? Hát maga, mondom én, nekem már nulla volt. Nulla. Nekünk meg egy hatalmas érték. A régiségben a falusi ünnepeknél az emberek nem sütöttek még süteményt, hanem rétest készítettek, és tulajdonképpen a rétes az ma is egy ünnepi sütemény, főleg a somorjai mákos rétes. Kedves nézőink, köszönjük, hogy ma is velünk tartotta. Viszontlátásra!